Márványasztalka. Ó, azok a régi szép nyári vasárnapok. Édesanyám már hajnalban csirkét rántott, és mire felébredtünk, a karkosár színülti meg volt elve jobbnál jobb falatokkal. Elég volt csak cipelni. Bátyám vitte a citromos tejából töltött butykost, és én, mint legkisebb, azt a szatyrot akasztottam a vállamra, amiben újság volt és szemza a keresztrejtényfejtéshez. Mindig elfogadt a nyugtalanság, mikor a fák sűrűjében megéreztem a vízszagát. Táborhelyünktől egy kicsit feljebb, vastag, agyag réteg húzódott a homok alatt. Nyitva ágakkal lesöpörtük a homokot, és lepröcsköltük az agyagot, hogy csúszósá váljék. Lett is belőle olyan csúszda, hogy valósággal röpültünk a homokos partról a vízbe. Igaz, hogy a végén fölig agyagosak lettünk, de volt a Dunában elég vízomosakodáshoz. Fejest ugráltunk, hukfenceztünk, lubickoltunk, és nagyokat nevettünk, mikor a másik fél arcán még mindig volt hiszap. És ez csak egyike volt a sok jó mulatságnak. Az agyag ugyanis nem csak jelmeznek, meg csúszdának volt jó, hanem formázni is lehetett belőle. Mekkora élvezet volt gyűrni, gyömöszölni, dagasztani egy jókora agyaggombócot, még olyan puha nem lett, mint a sejem. Bár szüleim nem zohányoztak, először mégis egy kerek hamutartót formáztam meg elsőnek. Mert ez volt a legkönnyebb. Aztán következtek a tányérok, tepsék, lábosok. Sorba raktam őket egy lapos kövön, hadd száradjanak. Vázát is készítettem. Úgy, hogy mikor még az agyag puha volt, belesodortam egy kis botot. És mikor az agyag megszikka, kihúztam óvatosan a botot. Egyik másik vázát úgy díszítettem, hogy mikor az agyag még puha volt, belenyomkodtam fehér és sárga csigahágakkal. Egyik másik vázát apróra tördelt, hagylóhéj, gyöngyház fényben csillogó porával díszítettem. És mikor megszáradt a parádés váza, beletűztem egy szálnefelejcset. Oda nem adtam volna semmiféle bolti játékért. Napon szárított agyag edénkéim úgy megkeményedtek, hogy bátran játszhattam, főzőcskészhettem velük. És ha itt-ott letölt egy-egy bögre fül, nem volt baj, pótolni lehetett a hiányt. Napon szárított agyagtéglából épített babakonyhámban, akár még tüzet is gyújthattam volna. De tűzzel azonban nem engedtek játszani. A lábosokba fehér kavicsokat tettem. Ez volt a rizs. Az agyagtepsikben agyaghalak és agyagcsirkék sültek. Babákat is próbáltam formázni, de a babák ritkán sikerültek. Kerek agyagtalba szúrt botokra akartam nyomkodni agyagot, hogy olyan formája legyen, mint egy embernek. De ezek legtöbbször felborultak, és leesett a fejük. A kudarc nem keserített el. Lemondtam a különálló fejről, és kis agyakkurkákat neveztem ki babáknak. Bútorokat is készítettem nekik. Asztalt ágyat zsámolt. Asztalnak széknek pálcikából volt a lába. Egyik-másik asztalnak szürke kavicsból volt alapja, másik asztalnak szürke kavics volt alapja, fehére vezettel. Büszkén mutattam édesapámnak. Márvány asztalról esznek a babák. Gyorsan elrepültek ezek a szép nyári délutánok. A karkosár kiürült. Utolsó morzsáig megettük az almás pitét, meggyes rétest. Hazafelé elvettem.
ezt gondoltam. Legközelebb hozok magammal üres gyufás katujákat, ha lesz elég ugyanolyan agyagtéglám, akár babaházat is építhetek magamnak.